Kultúra, közösség, tanulás, színház és még sok más, de csak két betű, egy H és egy O. Ha a híres agórára és az intézmény tevékenységi területeire, szolgáltatásaira gondolunk, hamarosan már csak ezek az új logók jutnak majd eszünkbe. Az új arculat és logók pont olyanok, mint az agóra, sokoldalú és mozgalmas. Fontos gondolat, hogy mennyire tud korszerű módon vizuális erőforrásokat jól használva megmutatkozni ma egy kulturális intézmény, egy olyan hely, ami a város szívének nevezhetően kultúrához, a művelődéshez, közművelődéshez kapcsolódó helyszín, és muszáj volt azon is elgondolkodni, hogy hogyan tudja megszólítani a lehető legszélesebb korosztályt. Mindenképpen fontos ismér volt, hogy ez legyen egy, úgymond, mint egy ilyen rebranding folyamat, ami nagyon sok régi értéket magában hordoz már, de mindenképpen egy nagyon felfrissült, trendeknek jól párhuzamosan működtethető megfelelője legyen. Barta Dóra azt is elmondta, hogy már az elejétől szerette volna, ha az agóra arculatát kecskeméti művész készítené, az elképzelésből Úrik Gábor kreativitása nyomán lett vizuális alkotás. Szám szerint 10 logó, amik a tevékenységeket jelenítik meg egyszerűen, érthetően, mégis játékosan. Folyamatosan rendszer szinten kell gondolkodnunk. Nem csak úgy, hogy most megalkotjuk ennek az alapjait, hanem azt a szempontot is figyelembe kell vennünk, hogy ez a későbbiekben folyamatosan bővíthető és gazdagítható és építhető legyen. Tehát amikor kiforta magát ez a 10 szegmens, ami körülbelül felüleli a tevékenységi kört, illetve nem utolsó sorban a korosztályt is, amit hivatott megcélozni, akkor láttuk, hogy ez egy szimbólummal nem fedhető le tökéletesen. Tehát ez nem csak egy öncélú formai dizájnjáték, és nem csak egy öncélú célú modernkedés, hanem a kommunikációs részét is figyelemben véve talán ez a fajta logotípia, a dinamikus logotípia juttatja leghatékonyabban az üzeneteket. A közös munka során tehát a dinamikus logót választották, ami képes arra, hogy beazonosítható legyen az intézmény, mégis közben a H és az A betűk variálásával az agóra nagyon sok arcát felismerhetik a látogatók. Az egyes logókat tevékenységek szerint alakították ki, az egyes témakörökben az agóra több intézménye is érintett lehet, az új arculat mégis megadja a lehetőséget az önállóságra, mondta el Barta Dóra. Nagyon sok olyan innovatív felületünk van már, ami mondjuk a ledes technológia segítségével egy egészen más korszerű vizuális ingert válthat ki, mint egy hagyományos plakáta vagy szórólap megjelenés, de természetesen továbbra is igyekszünk minden olyan kiadványon megjeleníteni ezt a megújulást, ami befogadja, vagy ahol megjelenik a híres agóra. Azért Gáborral szerintem közösen gondolkodunk egy kicsit úgy abban, hogy azért feleslegesen ne gyártsunk papírt, és ha lehet, akkor minden olyan szükséges papírfelületen megjelenünk, ahol kell, de minimalizáljuk azért, és azért is nagyon örülök annak, hogy animálható ez a logotípia. A képi elemeket és szlogeneket nagyjából egy hete már plakátokon és LED hirdetőtáblákon is láthatja a közönség. Az okos eszközökön való megjelenítéshez is kifejezetten alkalmas ez a leegyszerűsített forma. Ez reményeink szerint erősíti majd a befogadást, vagy megkönnyíti, mert ez a verbális szint, ahol iniciálév, pontosabban monogramszerűen van megfogalmazva, a híres agóra neve, ez annyira elemi, hogy nem kell túlságosan megdolgoztatnunk ennek a dekódolásával a befogadót, viszont vannak benne még olyan rejtett reményeink szerint játékos szintek, amik mindig pluszt adnak mind a 10 variációnál. Az elkészült dinamikus logó könnyű felismerést tesz lehetővé, de a tevékenységi területtől függően változik. Ráadásul a jövőben tovább bővíthető lesz még, ha az agóra repertoárja bővül. A logó fiatalossága és izgalmassága pedig vitathatatlan.